Na, hát a mai videóban költözök, vagyis hogy szeretnék. Ez lenne az új lakásom. Ja, ez az új lakásom. Körbe is vezetlek titeket akkor. Szóval, ez itt a nappali plusz konyha. Az ott a konyha. Jó napot kívánok! Így néz ki a konyha, ez pedig itt a nappali, már itt a kanapé is. A bútorok nagy részét már amúgy úgy már hozom. Szóval, ja, hogy jött a dolog? 21 éves leszek, és gondoltam, hogy lepattanok szülőktől, úgyhogy anyámék segítségével sikerült ezt a házat, ezt a lakást a magamévá tudnom. Teljesen vadi új, egy éve építkezünk már konkrétan, úgyhogy most kerül átadásra és berendezésre. Úgyhogy tartsunk is gyorsan egy kis túrt. Itt van a bejárat, a lépcsőház, az egy három lakásos társasház, szóval a földszint, első emelet és második emelet. Szóval a bejárat után lesz majd egy ilyen kis helység, a mosógéppen meg mindennel, majd ide fogom berakni. Utána végre valahára lesz egy dolgozó szobám, majd be fogunk alakítani, stúdió lesz belőle, meg jó vízhangos. Úgyhogy íme, ez lesz majd a stúdió, ott lesz majd az asztal, mögötte egy kis couch, hogyha podcasteket vagy bármit akarunk csinálni, mert ez is tervben van, hogy podcasteket fogunk csinálni. Ez a konyha, ez ugye sütő, mikro, csap. Itt van egy kis üvegvitrin majd a poharaknak. Kibaszott jó. És hát ugye mosogatógép, jó napot, minden el van rejtve. Tehát ilyen finomságok. Itt lesz majd a tévé, meg ez a konyhabútor. Ha tovább megyünk, akkor itt fogjátok látni, ez a hálószoba. Most rakom össze ezt a szekrényt. A fiókok kint vannak, azokat még össze kell szerelni, és majd utána berakom őket, és akkor ő készen van, utána jöhet az ágy. Ez egy tolóajtó, tolóajtós lett a hálószoba, hogy minél több helyet, tehát maximalizáljam a helyemet, mert ugye azért nem a legnagyobb lakás ez a világon. Itt van a fürdőszoba, így néz ki, egy épített zuhannyal. Hello! WC. Ezt az épített pultot, ezt imádom, ez kibaszott jó, erre nagyon büszke vagyok. Valamint a lámpa is tök menő, itt megnyomod, és boom, világítás. Illetve, hogyha kijössz a gőzölgő fürdőből, akkor a párlát is leszedi. Úgyhogy ez ennyi, és akkor amit csak az én lakásom tud, az a garázs. Rögtön be tudsz a garázsba vonni a házba, itt van az ágy is, ezt nem sokára majd szerintem napokon belül beviszem a hálóba, és akkor berakom a helyére. Úgyhogy ez lenne a lakásom. Mondom, egy éve építkezünk, és most nyáron jött el az ideje arra, hogy most már beköltözzek, úgyhogy most eszeveszettig rakom össze a bútorokat. És ja, úgyhogy az első részben, mert ez egy több részes téma lesz, most az első részben befejezzük a szekrényt, beszélek meg egy kicsit a házról, meg ilyenek, és arról, hogy miként fogja ez a videókat, meg a csapatot így összerántani, mert mindennek van jelentősége. Na, akkor csináljuk! Fiókhoz.
Ja. Nem mondom az őszintét, ezzel a szekrénnyel 4 vagy 5 napot szoktam. Tehát, ja. És az IKEA-s bútorokkal ellentétben ezeknek a lapjai nem voltak beszámozva, tehát mindent a rajzról kell kitalálnom. Konkrétan barkobáztam néha, hogy melyik lapot akarja ez a szar. Egyszer. Egyszer. Nos, hát akkor a hálószoba szekrénnyel meg is volnék. Nagyon király lett. Van bele tolóajtós rész. Ugye most raktuk be a fiókokat. És akkor még, hát jó, még nincsen kész, a polcokat még be kell tennem. De egyelőre az majd a legutolsó simítás lesz, amikor már mindenhol berakom a polcokat, mert ugye még itt a nappaliban sincsek bent, ez itt üvegpolcok lesznek. Benne LED világítással. Úgyhogy az a hálószoba szekrény kész, jöhet majd az ágy. És akkor még itt elmondok még egy-két dolgot. Ugye beszéltem arról, hogy a team és a vlogolások szempontjából milyen fontos lesz az a ház az elkövetkezendő néhány napba, vagy napba, hétbe, hónapba. Szóval ugye a ház háta mögött van kert. Ez a kert. Na most ugye most már nyár van, és ez azt jelenti, hogy olyan meleg jön, meg ugye szárazság, meg stb. Meg ugye már látjátok is, hogy ez hogy néz ki. Szóval az a helyzet, hogy füvesíteni nem tudok őszig. Úgyhogy itt nem fű lesz, hanem hagyom ezt a gazt, és hát majd vágni fogom. De az a lényeg, hogy itt a kertben nyáron most valami, nem tudom, ilyen vlog ötletekkel fogunk előállni. Gondoltunk már human bowlingra, ugye a waterslide-on, meg minden. Szóval az a lényeg, hogy ezt a kertet, amíg ilyen romos állapotban van, meg gazos, meg ilyen szétcsészett állapotban van, addig ezt majd kihasználjuk valami hülyességre, ami ökörködésre a csapattal, úgyhogy itt a kertben elég sok vlog lesz majd itt a nyár folyamán, legalább 3 vagy 4, illetve ugye a házról még fog készülni még 2 vlog, ugye amikor az összes bútor benne lesz, illetve lesz egy lakásavató buli is, úgyhogy ezeket a videókat fogjuk most majd a elkövetkezendő 2 hónapba producálni, sőt az is lehet, hogy 1 hónap alatt le lesznek tudva a dolgok, úgyhogy itt tartunk jelenleg, ez az új lakás, építkezem, rakom össze a dolgokat, update-ek is vannak, az Instagramon tudtok követni, mert oda is teszek ki sztorikat róla, meg beszélek róla, úgyhogy akkor a mai videó az ennyi lesz, és akkor a következő videóban majd folytatjuk, amikor már benn lesz az összes bútor, illetve majd lesz stúdió bemutatás is, meg update, meg ilyenek, úgyhogy maradjatok velünk, úgyhogy köszi, ha megnéztetek, ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, és tényleg maradjatok itt, mert nem sokára következik, majd jön majd a következő rész. Sziasztok!